megint bomba miatt ürítettek ki több száz lakást a fővárosban. A Móricz Zsigmond körtérnél nagyjából 2000 lakónak kellett elhagynia az otthonát. A 250 kilós világháborús bombát a hét elején találták a Szent Margit gimnázium udvarán. A tűzszerészek ezekben a percekben is dolgoznak a hatástalanításán. Rendőrsorfal indult pontban reggel 8 órakor, hogy kiürítsék a bombához legközelebb eső területeket. Mintegy 700 épületet jártak végig és ellenőriztek le. Mindenhova becsöngettek és megkérték a lakókat, hogy hagyják el az otthonaikat. A vendéglátóhelyek, üzletek ki sem nyitottak, korábban mindenkit személyesen és írásban is tájékoztattak. Rokonokhoz fogunk menni a sógornőmékhez a 12. kerületbe, mivel előre értesítettek bennünket, meg hát manapság többször látunk ilyet, mondjuk én nagyon bízom, én bennem nincs félelem. A lakóknak egy átmeneti befogadóhelyet alakítottak ki a Gárdonyi Géza általános iskolában. Akik nem tudtak oda egyedül elmenni, azokat a mentősök segítették. Közben elkezdték az utcák lezárását is, a forgalmat leállították, a villamosok és buszok sem közlekedtek. Kamerákkal figyelték a területet. Délelőtt 11 órára teljesen kiürült a Móricz Zsigmond körtér és környéke. A tűzszerészek nekiállhattak a 250 kg-os légibomba hatástalanításának. A II. Világháború alatt dobták le a mai Szent Margit gimnázium udvarára. 3 méter mélyen volt, néhány napja egy kotrógép fordította ki a földből. Kívül rostás, de belül sértetlen volt, két gyújtószerkezetet kell kiszerelni, ami komoly veszéllyel jár. Ha felrobban, óriási károkat okozhat. Természetesen van kockázata, hiszen ezeket az eszközöket azért gyártották az a rendeltetésük, hogy emberi életeket és anyagi javakat pusztítsanak. A szavatossági idejük tulajdonképpen nincs, tehát 75 évvel a háború befejezőleg is, és ugyanolyan minőségű a robbanóanyag, talán még egy kicsit instabilabb benne, mint a gyártás időpontjában, a gyújtószerkezetek pedig belülről épek, teljesen működőképesek. A fővárosban legutóbb júliusban a Városligetben találtak egy 100 kg-os bombát, előtte pedig az Erzsébet téren kellett több tucat robbanótestet hatástalanítani.